volt ott egy olyan munkatársam, aki feleség volt a Jó Rudolfnak, aki egyszer csak megpendítette nekem, hogy a MDF, akkor még az utcai MDF volt, ugye, nem nagyon van ottan közgazdász, és keresnének valakit egy, ő azt mondta, hogy fiatal embert, akkor aznak ugye megfeleltem, aki esetleg ott tenne-venne valamit csak úgy. És ebből az a fura helyzet alakult ki nagyon rövid idő alatt, hogy én ilyen meghívottja lettem az elnökség üléseknek, és Csurka István engem kért meg egyik alkalommal, hogy ha ez a Soros ad nekünk másológépet, akkor honnan fogjuk tudni azt, hogy nem tudja, hogy mi mit másolunk a gépen, és szabad ezt elfogadni. Szóval ilyen teljesen meglepő dolgok jöttek elő olyan helyen, hát én mondtam, hogy szerintem nem, mert azt tapasztaltam ki a tervgazdasági intézetben, hogy lehet ott titokban is fénymásolni dolgokat, de és abban a fura helyzetbe került, amit utólag nem is nagyon értek, és nem is tudom, hogy miért mertem én ilyeneket csinálni, de az ember fiatalon nagyon lelkes, hogy ottan kérdeztek, és én válaszoltam. És akkor ezekre az elnökségi ülések tulajdonképpen mindig készültem előtte, benti anyagokból, hogy ez a fő kérdések az voltak, hogy mi az ország helyzete, most akkor nagy baj van-e, hogy ugye azok ilyen izgalmas kérdések voltak. Ténylegesen milyen az infláció az, amit a KSH közzé tesz, milyen az államadóság helyzete, mi ez az IMF, most tulajdonképpen az mit jelent, egyébként természetesen, ami nem meglepő, teljes káosz volt, hogy IMF, meg világbank, meg kiad pénzt, meg kiszorít be bennünket korlátok közé, meg mi mentünk oda, vagy ők fogtak be bennünket hálóval, szóval ilyen népnevelő, bocsánat a kifejezésére, amit mondom, utólag már nem mennék olyan magabiztos lenni, mint akkor voltam, ilyen 30 éves koromban. Egyébként azokban az években valóban nagyon bizonytalan volt, hogy milyen a gazdaság állapota. Azt se hitt el senki, hogyha véletlenül vagy tudatosan, nem tudom, de igazat mondott valamelyik ilyen intézmény.